Szeretettel köszöntöm dr. Ferenczi Zsófia házi orvost a Tótvágyzsony TV stúdiójában. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Hát most már jó ideje nem találkoztunk, talán ez valahol jó is, mert ugye azért, amikor sokszor kell találkozni, akkor általában sok olyan helyzet van, amiről beszeretnél számolni, és ezek általában olyan helyzetek, amiket nem mindig szeretünk, de azt gondolom, hogy a mindennapi életünk és a normál folyású életünkben is van bőven olyan téma, amiről beszélgethetünk. Úgyhogy az eddigi beszélgetések általában a fő témái mindig a Covid volt. Teljesen lecsengett, teljesen elengedhetjük? Most már mondhatni múlt időben beszéltünk erről a betegségről, vírusról? Múlt időben nem beszélhettünk róla, és annyira csengett le, amennyire az influenza. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az influenza szintjére esett vissza a megbetegedést illetően is, hogy mennyire súlyos betegséget okoz, és mennyire kell kórházba menni miatta, illetve a terjedését illetően is azt látjuk, hogy nem olyan intenzív a terjedése, mint ami volt egy-két évvel ezelőtt. Ez ugye abszolút értékbe véve jó hír, de az influenza is egy komoly megbetegedés. Tehát, hogy nem lehet csak úgy félváról venni, mert eddig is magasabb volt a halálozása az influenzának, de nem volt olyan nagy híre, mint a koronavírusnak. És most is vannak esetek, influenza is, meg koronavírus is a településen. Nem járványos szintű, tehát olyan nagyon-nagyon sok eset nincsen. Talán én úgy tapasztalom, hogy kicsit több az influenzás, mint a koronavírusos, de hogy van mindegyik. Szinte két évünk ráment erre, hogy megtanuljunk a koronavírussal élni, illetve a koronavírusnak is volt két év, hogy megtanuljon velünk élni. Tanultunk belőle? Mert ez nagyon sok mindent változtatnunk kellett, hogyha jön egy újabb ilyen hullám, felkészültebbek vagyunk, vagy ugyanez várható, ha ránk tör egy újabb hasonló megbetegedés? Én azt gondolom, hogy felkészültebbek vagyunk, mert ez sok tapasztalat volt az egészségügy részéről, meg a lakosság részéről is. Azért az kétségém vannak, hogy ha jön egy bármi másfajta megbetegedés, akkor azt tudjuk-e így lelkileg jól kezelni, mert ez annyira kimerítő élmény volt. És még sok egyéb más, nem csak egészségügyi tapasztalatok származtak belőle, hanem szerintem sok minden más, tehát például az egészségügyben a digitális megoldásoknak a használata az így nem terjedt volna el ennyire, vagy nem lett volna olyan elfogadott, hogyha nem jön ez a koronavírus járvány. De gondolom ez máshol is, a home office-ban, oktatásban, mindenfélében megmutatkozik. Konkrétan az egészségügyben, például a házi orvoslásban is van egy olyan jelentős hatása, hogy mi is rengeteg sokat például e-mailezünk, kiderült, hogy nagyon sok minden megoldható telefonon keresztül is. Hozzátenném, hogy a jogszabály egyébként korábban nem tette lehetővé ezeket a telemedicinális megoldásokat. Magyarán, hogy tehát magyarul, hogy ne találkozzon a beteg és a páciens és az egészségügyi személyzet, hanem minden egyes bármi interakció, gyógyszerfelírás, az feltételezte a személyes találkozást. És azért, ha visszaemlékszünk, akkor a koronavírus előtt, különösen a téli időszakban folyamatos volt a tömegjelenet a rendelőben, hogy akár volt, hogy órákat kellett várakozni, mert előre vettük a kismamát, az időset, a nagyon beteget, a gyereket, és akkor többiek meg hátraszorultak. És hogy például ugye a mi működésünkben egyrészt a sokféle telemedicinális dolog csökkentette a számát a várakozóknak, másrészt pedig próbálunk ragaszkodni ahhoz, hogy jöjjenek időpontra a páciensek, és azt gondolom, hogy az nem csak a fertőzések átadása miatt is jó, de úgy kevésbé frusztráló, hogy nem tömött váróba kell ki tudja meddig üldögélni, hanem beláthatóbb az ellátás. Tehát mondjuk ez is egy ilyen járulékos hozadéka volt a koronavírus járványoknak. Említetted, hogy jelenleg is van a településen akár az influenza, akár a koronavírus. Van-e most így ebbe a februári időszakban mondhatni
gyakrabban előforduló betegség, akár nem is járvány, de mi most a leginkább, amivel hozzád fordulnak? Sok minden van, tehát változatos. Volt egy időszak, amikor elég sok ahhoz képest, hogy mennyi tüdőgyulladással találkozunk, két-három hét, amikor egész sok tüdőgyulladást kellett kezelni, vagy a gyerekeknél például az RSV vírus, ami szintén itt is megjelent a faluban, ez egy főleg a csecsemőknél egy súlyos légzési nehézséget, elégtelenséget okozó légúti vírusfertőzés, és abból is több volt itt a településen. Talán még a járvány küszöböt nem ütötte meg annak a mennyiségesen, de hogy ilyen hányós, hasmenős vírusok, szóval úgy van mindenféle, illetve a krónikus betegségek és a ritkábban előforduló más akut megbetegedések is. Szóval, hogy változatosan sok minden előfordul a rendelőben. Milyen aktuális feladatok, nehézségek vannak a háziorvosi ellátásban? Úgy gondolom, hogy az egészségügyben az elmúlt években a sokféle változás az hozott pozitívat is és negatívat is, de hogy én úgy gondolom, hogy a páciensek, tehát a lakosság legfőképp a negatívumokból észlelt. Mert hogy nem nagyon akarnak a várólisták csökkenni, és nagyon gyakran nehéz ellátáshoz jutni, amit a társadalombiztosítás finanszíroz. És hogy ezek, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen napi szintű problémák, hogy mit mondjunk a betegnek, amikor 8 hónapra kap időpontot egy ultrahangvizsgálatra, amikor itt tehetetlenek vagyunk a további vizsgálatokat illetően, mert nem kapnak időpontot a betegek. És hogy nagyon sokan kénytelenek, akik megtehetik magán útra terelni az ő gyógyítatásukat, és sokan pedig nem tudják megtenni, mert nagyon, nagyon drága a magánellátás. És ezt én nagyon nagy problémának látom, és én tényleg így csak alulról figyelve az eseményeket, úgy látom, hogy az egészségügybe ölt nagyon sok pénz, ami az orvosok béremelését jelentette, illetve valamennyi szakdolgozói béremelést, ezért nem volt alaposan átgondolva, és hogy ezekkel valamit majd kénytelen lesz kezdeni a egészségügyi vezetés, meg aki arról gondolkodik, hogy Magyarországon milyen legyen az egészségügyi ellátás. Ezt néha nem mindig tudjuk, hogy ki az, aki pontosan gondolkodik e felől, és hogy emiatt is nagyon sok forrongó indulat van az orvosi kamara és az egészségügyi ellátó személyzetet, vagy ellátókat illetően sok forrongó indulat, mert szeretnénk, hogyha alapjaiban lenne, minőségében lenne valamilyen reform, és az egyik írtó fontos például a szakdolgozóknak a hiánya, amiről azért talán egyre több szó esik, de hogy nagyon, az a nagyon alacsony bérezés, vagyis hát a nem annyira piacképes bérezés miatt rettenetesen nagy hiány van a mindenféle szakdolgozó, az ápolók, a műtőssegédek, a beteghordók, a mindenféle kisegítő személyzetet illetően, és ez óriási nagy probléma. És emiatt is azt gondolom, hogy tudnak növekedni a várólisták. És nekünk is itt ilyen napi szintű gond ez, hogy az emberek így nem tudnak megfelelően hamar szakellátásra kerülni, amikor annak látjuk szükségét. És hogy itt várakozással figyelünk az eseményekre. Egyébként a házi orvoslásnak a reformja is sokszor így szóba kerül, és ez is terítéken van, hogy különböző feltételekhez kötik a finanszírozást, és itt is jobban át kell gondolni, hogy a rezsiárak növekedése az sok praxis nagyon nehéz helyzetbe hozott,
mi itt jelenleg Tótvázsonyban, mint házi orvosi szolgáltató nagyon jó helyzetben vagyunk, de hozzáteszem, hogy a csatolt községeken is, mert itt az önkormányzatok állják a rezsit, és azokon a településeken, ahol a házi orvosnak kell kigazdálkodnia, ott szinte lehetetlen helyzetbe kerülnek a kollégák, és sokan így fölállnak az asztaltól, és azt mondják, hogy nem dolgoznak tovább. De hogy nálunk is probléma az egyéb árak növekedése, amit szintén úgy ki kell gazdálkodni. És hogy pontosan ez hogyan alakul a jövőben, hogy kapunk-e plusz finanszírozást a növekvő anyagi terhekhez, hát ezt nem, ennek most inkább az ellenkezőjét látjuk, hogy bizonyos feltételekhez kötik, olyan feltételekhez a finanszírozásunkat, ami csak részben tudunk, hogy is mondjam, részben a munkánkon áll, tehát hogy ez az indikátorrendszer. Ebben nem akarok részletesebben belemenni, minden esetre ez azért okozza a házi orvos társadalmon belül is nehézségeket, meg ilyen forrongó indulatokat, hogy esetleg letétbe helyezni a felmondást, hogy valahogy nyomást gyakorolni, hogy az egészségügy helyzete az elfogadhatóbb legyen. Szóval, ha már a változásokról beszéltél, már van olyan megye, ahol megváltoztatták az orvosi ügyeleti rendet. Várhatóan itt Veszprémben mikor és mekkora változást hozhat ez, vagy látsz-e erre bármit így benfentesként? Nem vagyunk mi sem annyira benfentesek, tehát nem tudjuk, hogy mikor fog ténylegesen alakot ülteni ez a központi irányítás módszer. Igazából ez egy, én úgy gondolom, hogy ez szakmailag egy indokolt elképzelés, mert hogy jó dolog, hogyha a páciensnek egyrészt nem kell eldöntenie, hogy mentőt hív, vagy háziorvost hívja ki, vagy ő maga megy be a kórházba, vagy az ügyeletre, hanem egy kellőképpen képzett diszpécser veszi fel a telefont, aki kikérdezi az illetőt, és megfelelő protokollok szerint elirányítja a megfelelő helyre, tehát hogy intézi az ő útját, sorsát, és hogy ezt abszolút üdvözlendő dolognak tartom, illetve azt is kell látni, hogy az éjszakai feladatok többsége az nem egy, hogy is mondjam, egy házi orvosi rendelés, tehát hogy akkor ne jöjjünk ilyen felfázásos panaszokkal, mert hogy az nem az éjszakába való, nem egy éjszaka a megoldandó egészségügyi feladat, hanem az nappal kellett volna ugye megbeszélni a házi orvossal. Tehát hogy úgymond ezeket a luxus ellátásokat nagyon sokszor igénybe vették a páciensek, tehát akár hogy elfogyott a gyógyszerem, és este 10-kor tudok bemenni az ügyeletre, és ott feliratom a vérnyomásos gyógyszeremet, vagy akár fogamzásgátló, tehát hogy voltak olyan nagyon gyakoriak ezek az olyan egészségügyi ellátások, igénybevételek, amik igazából indokolatlanok voltak. És hogy ezeknek a számát le lehessen csökkenteni, azt gondolom, hogy erre alkalmas lehet az új fajta ügyeleti rendszer. Itt is mondanám, hogy igazából az egyeztetés, meg a szakmával való megbeszélés az, ami ott kicsit úgy hiányos volt, hogy ezeknek a részletei, de azt gondolom, ez nem is tartozik annyira a páciensekre, hogy mik azok ebben a problémák, mert azért van probléma. Tehát például az asszisztenseket, a háziorvosi asszisztenseket szerették volna behívni az ügyeletre, kötelezni, mikor ők egyáltalán ehhez igazából nincsen semmi közük, tehát hogy honnét lesz munkaerő, ez olyan bizonytalan. Tehát akkor magyarán most még itt Veszprém megyében 2023 évelején, februárjában még a megszokott módon, mert azért a Facebookon ugye megosztják mondjuk Debrecenbe, és akkor pikpak itt tótvázsonyiak is osztogatják egymás között, hogy na, akkor az ügyeleti rend nem tudom, hogyan változott, de akkor ez Veszprém megyében és a mi körzetünkben még a megszokott rend szerint. Ez még, igen, még a megszokott rend szerint, tehát létezik még az éjszakai háziorvosi ügyelet, tehát az a terv, hogy háziorvoshoz ugye hétköznap 10 óráig lehet jutni, vagyis 4 és 10 óra között, igen, 4, és délután 4 óra, és este 10 között lesznek szolgálatban a házi orvosok, és 10 után pedig abszolút csak a mentőszolgálat a saját mentőtisztjeivel, ápolóival és orvosaival látja el az ügyeleti feladatokat.
illetve hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 8 és délután 2 óra között lehet házi orvosi szolgálat, tehát hogy házi orvoshoz kerülni ügyeletben, és ezt is mind a mentőszolgálat fogja irányítani. Tehát, hogy a pácienshez kimegy az ügyeletes orvos, vagy kiküld egy mentőautót, vagy ő fáradjon be az ügyeleti helyre. Tehát, hogy abszolút a mentőszolgálat fogja irányítani mind a pácienseket, mind pedig az ügyeletben résztvevőknek a munkáját. De akkor a jelenlegi rendszer, ami most van, hogy 8-tól 4-ig téged, tehát a helyi házi orvost, délután 4 és reggel 8-ig az ember vagy ügyeletet hív, vagy mentőt. Igen, igen. És ez igen. A kettő még külön van, és hogyha ez változik, igen. Akkor valószínűleg arról fogunk tudni. A délután 4 óra és reggel 8 óra közötti időszak fog változni, tehát az, hogy napközben 8 és 4 között engem hívjanak, hogyha úgy látják, hogy ez egy annyira sürgős, hogy el tudom látni, tehát hogyha nagyon súlyos eset van, akkor szintén a mentőt érdemes hívni, tehát, hogy valami nagy baleset, vagy igen, tehát, hogy ez továbbra is változatlan, és 4 után lesz ez az új ügyeleti összevont rendszer. Értem. Milyen aktuális kérések, javaslatok vannak a páciensek felé, akár a háziorvosi ellátás, akár a gyógyszertári ellátás tekintetében? Ugyan említettem, mindenkit szeretnénk időpontra várni, hívni. Hogyha valaki rendelési időben megjelenik időpont nélkül, őt is ellátjuk, csak várakozni kell, vagy adunk neki egy későbbre, hogy jöjjön vissza mondjuk 2 óra múlva, és hogy ezért, hogyha lehetséges, akkor mindenki próbáljon meg vagy interneten keresztül időpontot foglalni, vagy telefonon keresztül. Nagyon gyakran van az, sőt, az esetek többségében, hogy aznapra már nem tudnak, mert beteltek az időpontok, de hogy mi mindig keresünk helyet a pácienseknek, és nagyon gyakran rendelünk, sőt, most az elmúlt egy hónapban szinte minden nap még egy pár órát rendeltünk a rendelési órán időn kívül is, mert hogy olyan sok volt a páciens, tehát hogy senki ne aggódjon amiatt, hogy akkor most nem kap ellátást, mert ezzel kapcsolatban vannak így félreértések, hogy akkor, hát azért nem jöttem doktorra, mert már nem volt egy időpont, se volt foglalható, hogy miért nem jött a, nem tudom, a többnapos már ellátást igénylő panaszaival. És hogy mindenkit biztatok, hogy telefonáljon, és keresünk neki időpontot, ellátást, megbeszéljük a problémáját. A másik dolog, milyen praktikusabb a gyógyszertár működésével kapcsolatban, mert itt is vannak félreértések, ez a patika, ez nem egy közforgalmú patika, tehát nem egy olyan patika, mint a nagyvárosokban, Veszprémben, vagy Balatonfüreden, vagy akár a nagyvázsonyi patika, mert hogy ennek a működése az én személyemhez van kötve. Tehát azért működhet a háziorvosi szolgálat keretein belül, mert hogy itt a településen nincsen nagy patika. És ebben a patikában csak azokat a recepteket szabad kiváltani, amiket én vagy a helyettesem ír föl. Tehát, hogyha kaptunk a szakorvostól bárhonnét, vagy más pácient, tehát nem az én pácienseim, a saját házi orvosoktól kaptak gyógyszert, fel van lőve az EST-be, akkor sajnos nem válthatják ki ezt ebben a patikában. Mert ennek ez a jogszabályi megkötése, nyilván azért, mert azt a gyógyszert fogom én ismerni, tudni, róla a dolgokat, amit én írok fel, és ezeket a gyógyszereket is lehet csak tartani ebben a patikában. Az most nekünk egy külön, úgy mondjam, szakmai előny, hogy van egy gyógyszertári szakasszisztensünk, aki nagyon sokat segít tényleg nekünk is a gyógyszerellátásban, hogy mi kapható, mi mivel, hogyan helyettesíthető, a különböző kikevert készítményeknél nagyon sok szakmai segítséget ad. Tehát ez igazából egy plusz, de ettől mi nem emelkedünk egy nagy patika, közforgalmú patika státuszába. És hogy itt azért szoktak lenni félreértések, tehát hogy ez fontos, hogy ha szükséges, akkor esetleg mi átírjuk a gyógyszereket. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy van egy recept, mondja a páciens, hogy a kardiológus felírta nekem mondjuk a aspirin támogatással, és akkor ő szeretnék kiváltani, akkor mi felírjuk neki az aspirint, és akkor az én receptemmel is fent van, úgymond,
És akkor ki tudja váltani a mi patikánkban is ezt a gyógyszert. Tehát úgy írtam, hogy átírjuk, hogy nem magát a gyógyszert változtatjuk meg, hanem hogy készítünk egy olyan receptet is, amit ki tud ő váltani itt a kézi patikában. Értem, tehát, hogy magyarán, ahogy említetted, ez jogilag nem lehetséges. Tehát hiába van nektek készleten, igen, fogadhatjátok igen, el a másik igen, receptet, igen, nem lehet a, igen, ez a nem másik engedélyezett receptnek itt a... Igen. A beváltására lehetőség. Illetve van néhány olyan speciális, nagyon különleges gyógyszer, például a kábító fájdalomcsillapítók, amit egyáltalán nem adhatunk mi ki, tehát hogy ahhoz mindenképpen be kell menni közforgalmú patikába. Értem. Bár nem a teljes településnek vagy a házi orvosa, azért az, akiknek a házi orvosa vagy, azoknak az egészségi állapotát azt azért valószínűleg nyomon tudott követni, és mivel azért ez egy elég nagy része a településnek, azt gondolom, hogy beszélhetünk a település egészségi állapotáról, hiszen valószínűleg a többi személynek is hasonló lehet. Szóval, hogy magyarán, hogy látod a Tótvázsonyban, a tótvázsonyiak egészségi állapotát? Már csak azért is kérdezem, mert amikor a Covid itt volt a nyakunkon, és nagyon sok minden korlátozva volt, akkor arról beszéltél, hogy hát ez nagyon sok esetben az egyébkénti egészségi állapotot is csökkenti, vagy az egészségnek a... Tehát sokkal több betegség, tehát nem volt lehetőség annyiféle vizsgálatra, mint amennyi kell. És ugye ez most is nyomon követhető, vagy azért most így azt lehet mondani, hogy a normál, megszokott rendben vagyunk betegek és egészségesek. Hogy sokkal jobb a helyzet, igen, mint ami volt a Covid alatt. Sokkal jobb a helyzet, de hogy... Amiről beszéltem az előbb hosszabban, hogy az egészségi szolgáltatásokhoz, amit a nép, vagy amit biztosítania kéne a nemzeti biztosítónak, ahhoz a hozzáférés az úgy látjuk, hogy eléggé korlátozott, nagyon különböző. Pontosabban így nagyon nagy területi különbségek vannak. Ha ezt így hozzávesszük, akkor azt mondom, hogy úgy a normális, vagy amit a rendszerből ki lehet hozni. És hogy az egyének egészségi állapota, az pedig az ő, hát ez egy nagy tudomány, hogy miért lesz valaki egészségtudatosabb életű, miért valaki kevésbé, de hogy ez így nagyon, nagyon változó egyébként így a települést illetően, tehát hogy tényleg nagyon különböző egészségi állapotú emberek vannak. Általában akkor szoktunk orvoshoz fordulni, amikor már baj van. Sőt, még akkor is lehet, hogy egy kicsit várunk, hát ha magától megoldódik. De már korábbi alkalmakkor is elkezdtünk beszélni arról, hogy azért szeretnéd a prevenciót, a megelőzést, a különböző dolgokra való előkészülést, a különböző, hogy is mondjam, várható helyzetekre való felkészülést sokkal jobban előtérbe helyezni. Hol tart ez a dolog most? Mi az, amit el tudtál érni, vagy meddig tudott ez eljutni, hol tartunk? Az a baj, hogy Magyarországon a megelőzhető megbetegedéseknek az aránya, a halálozása és a betegség aránya is kiemelkedően magas. Tehát, hogy ezért van szükség a megelőzésre, a prevencióra, mert hogy ezeknek a betegségeknek, tehát hogy a megelőzhető betegség azért megelőzhetőek, mert hogy lehetne tenni ellene életmóddal, szűréssel, és hogy és az a baj, hogy Magyarországon ez eszméletlenül magas ez az arány. Tehát aminek nem kéne megtörténni a betegségnek, teszem azt, mondjuk, ha viszonylag egyszerűbb dolgokat veszünk, méhnyakrák, meg vastagbéldaganat, abban már nem nagyon illene meghalni egy úgymond fejlett, mert mi a világot illetően egy fejlett egészségügyi rendszerrel bírunk, meg a fejlettebb világrészhez tartozunk, tehát nem nagyon illene meghalni. Mondjuk a méhnyakrák az kb. Szerintem nulla, a vastagbéldaganat azért az nem ennyire tiszta ügy, de hogy azoknak is a töredéke szabadna, hogy előforduljon. Mert hogy erre létezik szűrőmódszer. És például ezt így nagyon sikeresen végezzük is a településen. Tehát itt két évente kapnak behívó levelet a páciensek, és mi is tudjuk, hogy kik kapták meg aktuálisan a leveleket. Erre az asszisztencia nagy figyelmet fordít, hogy ezeknek a pácienseknek meg legyen jelölve, amikor ők megérkeznek a
a rendelőbe, akkor egy ilyen nagy piros üzenet villog, hogy neki ezt a csomagot oda kell adni, és akkor ezt mi aktívan elmondjuk, mert töredéke a pácienseknek kéri egyébként, hiába kapta meg a levelet, ez már nem üti meg az inger küszöböt annyira, hogy meg is csinálja, vagy hogy milyennek az értelme, és mi meg kapacitáljuk aktívan, hogy küldjék el ezeket a mintákat, vegyenek részt a szűrésbe, ami nem egy nagyon bonyolult dolog, legalábbis kezdetben. Ha valamit találnak, akkor már egy kicsit macerásabb lesz a dolog, hogy akkor béltükrözésre van szükség. Ez mondjuk csak egy példa, hogy a megelőzhető betegségeken hogyan tudunk javítani. És ez is a prevenciónak a része, hogy amikor a páciens nem is azért jött be, hogy akkor most végigcsináljunk egy szűrés protokollt rajta, akkor is próbáljuk ezeket. De ugyanígy az emlő, tehát a mammográfiánál is rákérdezünk, hogy volt-e az illető, tehát hogy próbáljuk a mások miatt beérkezőket is valamennyire az egyéb prevenciós tevékenységekbe is bevonni. Az lenne az ideális, tehát az lenne az igazi, hogyha megfelelő időközönként, ez általában 2, maximum 5 évente, de inkább 2 évente, mindenki átesne egy komplex szűrőprotokollon. Ez azt jelenti, hogy megtörténne egy anyagcsere, szűrés, tehát laborvizsgálat, egy szívérrendszeri szűrés, hogy EKG-ja, belgyógyászati vizsgálata legyen, végigkérdezni bizonyos légúti betegségekre, ezek is egy tesztek, lelki megbetegedésekre, tehát depresszió, szorongás szűrés, a alkoholfüggőség, dohányzás függősége, tehát hogy ezek a kérdőívek, szűréseket lenne érdemes minden 2 évben, úgy életkortól függően, végigcsinálni a páciensekkel. Hát ez egy jó óra, másfél óra is egy embert illetően. Jelenleg, amíg nem kapunk plusz személyzetet, erre nincsen kapacitás, hogy ezt mindenkit be tudjunk hívni, és végig szűrni aktívan, jelentkezzen az illető, hogy akkor ő jött az esedékes szűrővizsgálatára, amikor a testmozgástól kezdve tényleg fejbuttól kislábúig végig tudunk csinálni egy ilyen komplett szűrővizsgálatot, de ez lenne az igazi, amikor beszélhetünk, hogy milyen az életmódja, az étkezése, amikor küldhetjük mondjuk egy dietetikushoz, vagy egy pszichológushoz, hiszen nagyon sok életmódi helyzetben nem segít az, hogy ezt csináld, azt csináld, mert az agyunk azt tudja, de ennél vannak mélyebb mechanizmusok, amik meggátolnak minket az egészségtudatos magatartásban. Szóval, hogy ez egy eléggé messzevezető dolog, de hogy amennyire tudjuk, töredékebben próbáljuk megvalósítani így is a szűréseket. Említetted, hogy azért nagyon sokszor nagyon hosszú határidővel kapunk időpontokat a különböző vizsgálatokra. Az ilyen prevenciós vizsgálatok azért könnyebben hozzáférhetőek, ha ez így elkülöníthető? Hát most a prevenciós, amit beszéltem, ez kifejezetten egy alapellátási prevenció, tehát hogy amit mi csinálunk a háziorvosi körzetben, tehát hogy ez abszolút ide vonatkozik, tehát ránk, de hogy ehhez nincsen elég kapacitásunk, tehát hogy a napi betegforgalom, tehát végezzük valamennyire, csak nem annyira szisztematikusan, mert hogy nincsen erre rendesen kidolgozott protokoll, de ez a jövőbeni egyébként a cél, hogy ez legyen, és hogy szükséges még mellé tenni szakembereket. Tehát, mint ahogy mondtam, végiggörgetni egy ilyen prevenciós szűrést, nem orvosi feladat, hanem mondjuk egy prevenciós nővér csinálhatja, bő egy óra alatt meg tudja csinálni, és aztán a kielemzést, illetve bizonyos vizsgálatokat pedig még orvos végez mellé. De hogy ez egy ember esetében több, mint egy óra lenne. Uh-huh. És hogy korábban is voltak ilyen praxis közösségi próbálkozások, ahol volt még mellette dietetikus, pszichológus, tehát plusz szakembereket tudott foglalkoztatni egy praxis, hogy mindezeknek lehessen, hogy is mondjam, megtámasztást adni, tehát hogy akinek szüksége van rá, az kapjon segítséget, és érdemben tudjon egészségesebb életet élni. És mi azt gondoltuk, hogy a praxis közösségekkel majd ez fog megvalósulni,
hogy kapunk plusz szakembert, dietetikus, gyógytornászt, pszichológust, akik részmunkaidőben dolgoznak a praxisban, és mondhatjuk a betegnek, hogy na itt fáj, ott fáj az ízület, menjen akkor ebbe a, nem tudom, felső végtagi tornacsoportba, és akkor ott majd kap segítséget, és nem pedig hónapokat vár a reumatológushoz, mire eljut majd a gyógytornászhoz, és akkor mehet magánútra. Tehát itt is egy kicsit így átszaladva az időpontokkal kapcsolatban. Ezeket mind alapvetően az alapellátás, tehát a házi orvos szintjén kéne megoldani. Tehát, hogy is ne kelljen messze menni érte, és hogy ismerős legyen az, aki csinálja, aki megkérdezi, ismerős környezetben, tornateremben, a ovi tornateremben, és hogy, de reméljük, hogy e felé fogunk haladni. Említetted ugye a prevenciónál, hogy azért az korral, az idővel előre haladva azért egyre több mindenre érdemes gondolni. A mi munkánkban viszont azért az egyik fontos korosztály az ifjúság. Bár lehet, hogy az egészségi állapotuk, mondhatni a többi korosztályhoz képest kimagaslóan jobb, hiszen ugye még jobb karban vannak, de azt gondolom, hogy nekik is vannak olyan, vagy lehetnek olyan tipikus problémák, egészségügyi kockázatok, amikről érdemes lenne beszélni. Mindenképpen szeretném, ha ez a későbbi interjúból is bekerülne. Te hogy látod, mi az, ami így most elsőként, amit így az ifjúság életmódjában, az ifjúság korosztályának érdemes lenne esetleg üzenni, vagy átadni? Úgy látom, hogy ez az életmód, amit most folytatunk, ami a sok digitális megoldásnak is köszönhető, ez nem segíti az egészséges felnövekvést. Túl sok a képernyőnézés, de ez igaz, azt gondolom az idősebb korosztályra is, csak hogy a nagyon sérülékeny, még felnövekvő testnek, meg léleknek, szellemnek kifejezetten ártalmas. Tehát itt gondolok arra, hogy a sok kütyüzés, képernyőzés az például olyanokat tud csinálni, hogy van ez a csontunk itt hátul, amit kiemelkedik egy csigolyacsont, ami normálisan is, a felülről számítva a hetedik csigolyánk, ennek van egy külön neve is, és hogy ez, azt vették észre a radiológusok, hogy ez a csont, ez növekszik az elmúlt pár évtizedben átlagosan, mert hogy annyit tartjuk így lefelé hajtva, ahogyan a telefont simogatjuk, meg a tabletet nézegetjük, ezzel ugye az izmok jobban terhelődnek, és ahol az izmok terhelődtek, ott nagyobb csontműködés lép fel, nagyobb igénynek van véve ez a csont, és akkor ezért ez ott kinövekszik. Tehát ez számomra annyira abszurd, hogy a sok órán át tartó lefelé hajtott ilyen rossz testhelyzetben levő állapot, az például jár egy ilyen látható csontkinövéssel, tehát hogy az a csigolya, az jelentősen akár pár centivel is hosszabb lehet, mint ami volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy akár csak 15 évvel ezelőtt. De ez csak egy ilyen apróság. Szóval, hogy írtóra szükség van arra, hogy az óvodás, kisiskolás, meg később is azt mondom, hogy egészen ilyen 14 éves korig mindenképpen, hogy naponta több órát kint rohangálva, kiabálva tudjanak tölteni a gyerekek a friss levegőn, tehát hogy egyrészt erősödjön a tüdejük, a lábuk, nekik még nagyon mozgásigényük, ami teljesen így, hogyha nem szoktatjuk őket le, akkor így spontánul tudják levezetni, ha van erre lehetőség. És hogy ez tényleg így a rossz időben, meg amikor esik, meg fúj, meg ilyesmi, akkor ezt így olyan kényelmetlen megoldani, de hogy igazából rossz idő nincsen, csak rossz ruha. Tehát, hogy meg két gyerek van, hogy van a tiszta gyerek, meg van a boldog gyerek. És hogy egy picit ez kapcsolódik a kint végzett rohangálós helyzethez, hogy tényleg erre nagyon, nagyon szükség van, hogy minél többet tudjanak így mozgással tölteni a gyerekek, és hogy én azt gondolom, hogy szülőként muszáj aktívan korlátoznunk a képernyő előtt töltött időt. Egyébként
már azoknak a gyerekeknél, talán reméljük nem az óvodás korosztály, bár biztos, hogy ott is vannak már, akiknek okostelefont adnak a kezükbe, de hogy nagyon tudom javasolni a különböző ilyen szülői felügyelő applikációkat. Tehát nagyon sok konfliktustól meg tud minket kímélni, hogy mi magunk be tudjuk állítani, hogy akár a tableten, a telefonon, a számítógépen mennyi időt tölthet a gyermek, milyen oldalakat nézhet, milyen applikációkat használhat, és akkor, ha lejárta az aznapra kijelölt, nem tudom, egy órája, fél órája, másfél órája, akkor automatikusan letiltja, és akkor nincs, és akkor ennyi volt, és nem mindennapos harc, hogy akkor most már tedd le azt a nem tudom mit, állj neki a leckének, menjél ki focizni. Én ezt ilyen, mint egy praktikus tanács, nagyon jó szívvel tudom javasolni. Van, amiért vannak ingyenes applikációk, van, amiért kell fizetni, de szerintem abszolút megéri az a évi pár ezer forint. Bár lehet, hogy nincsen erre konkrét és tökéletes válasz, de te hány percbe, órába mondanád, amit egy általános iskolásnak adnál naponta? Vagy te mennyit ad, hogyha nálatok is van, nem tudom, tehát akármilyen. Fél óra, nálunk fél óra. És azt figyelembe vesszük, hogy ugye nagyon sokan, tehát így kommunikálnak egymással a barátok, tehát hogy mondjuk a Viber az mondjuk nincsen rajta, tehát hogy az mondjuk korlátlanul eléri 7 óráig, vagy 8 óráig. Tehát hogy mondjuk valami számítógépes játékkal elszórhatja az idejét mondjuk fél óráját, de hogyha még este valamit meg akar beszélni a barátnőjével, akkor az, tehát hogy az nincsen rajta, de hogy azt gondolom, hogy ez is tényleg így átgondolandó, hogy az adott családnál éppen hogy jó, mondjuk egy középiskolás, akinek sokat kell használni akár a tanuláshoz is, már a gépet, ott egészen más a helyzet, tehát hogy ott tágul az időkeret, illetve meg is beszéljük, hogy akkor ez hogyan legyen nála, mit gondol, melyik, mit hogyan vesz igénybe, és mi lenne neki segítség a tanulásba, és amikor jó pillanat van, akkor ezt meg is lehet beszélni a kamasz gyerekekkel is, ha megfelelő alkalmas lelkiállapotot elcsípjük. Erről én is tudnék mesélni, de nem szeretnék, de hogy tényleg sok mindent meg lehet a kamasz gyerekkel beszélni, de aztán betartatni is egy külön feladat, de valóban én is azt gondolom, hogy a tudatosság mindenben nagyon hasznos ebben is. Ha már iskola, mondhatjuk, hogy kívülről jött ötlet, tehát hogy így mindig gondolkodunk, hogy milyen témák érdekeltik a nézőt. Az egyik ilyen például, hogy az általatok felírt igazolásoknak nem lehetne valami olyan megoldás, hogy ebbe a nagyon rohanó világban a szülő nem biztos, hogy egyből eszébe jut, hogy el kell érte külön menni. Látsz erre esetleg esélyt, hogy ezt reformálni? Akár úgy is, hogy nem ti, hanem hogy... Én hosszú távon igen, tehát hogy hosszú távon az a reform, hogy szerintem meg kéne szüntetni, hogy orvosi igazolás kelljen ezekhez. Tehát, hogy én azt gondolom, az iskolai hiányzásoknak az igazolásához. Erre van évek óta téma ez egyébként a gyerekorvosok körében. Na most a helyzet az, hogy ha egy szülő azt mondja nekem, hogy a gyereknek hasmenése van, még mindig hasmenése van, meg nincs olyan rosszul doktornő, de még nem küldtem el az iskolába, tehát, hogy bármikor mondhatja azt, hogy akkor világos, én adok neki egy igazolást arról, hogy a gyerek nem ment iskolába. Tehát úgymond mi ezt nem tudjuk ellenőrizni, hogy a gyerek mennyit köhögött, hogy éjszaka valóban köhögött. Arra tudunk hivatkozni, amit elmond a szülő, magyarul bármikor át lehet szúrni a mi fejünket, hogy adjunk igazolást a gyereknek. Tehát ezért azt gondolom, hogy ez ugyanúgy az iskola felé is igaz, tehát hogy... nem biztos, hogy annyira indokolt, hogy mindig, tehát hogy orvosi igazolás kelljen egy betegség igazolásához. Egyelőre még itt tartunk, én nem nagyon látok rá reális esélyt, hogy ez most jelenleg, ez megváltozzon, de mondom, vannak olyan települések, meg olyan házi orvosok, akik azt mondták, hogy ők ezt befejezték, és nem adnak igazolást. Most már eljutottunk odáig, hogy legalább az óvodába, hogy közösségbe mehet a gyermek, amikor kezdi az intézményt, akkor már itt nem adunk igazolást, mert hiszen én így láttam a gyereket most, de az is lehet, hogy fél óra múlva elkezd hányni otthon, akkor már is nem mehet közösségbe a következő napon. Tehát, hogy ez az igazolás gyártás is azt gondolom egy ilyen magyar bürokratikus nagyszerű tevékenység,
hogyha nem kell egyébként pecsét és aláírás az igazoláshoz, akkor, akkor elég könnyen tudunk e-mailt küldeni. De ugye eddig mindig kértek pecsétet, aláírást az intézményekből, és azt viszont mi tök macerásan tudjuk csak megoldani, hogy akkor kinyomtatjuk, lepecsételjük, aláírjuk, leszekeneljük, beírjuk. Sokkal egyszerűbb nekünk, hogy kitesszük a ládába, és oldja meg a szülő. Mivel, hogy itt az óvodához nagyon közel vagyunk, ezért az általában hogy nem szokott problémát okozni, hát az iskolánál kicsit, iskolához képest a távolság egy kicsit több. Én azt mondom, hogy kéne a szülői közösségnek kezdeményezni az iskola felé, hogy ne kérjenek többet iskolai, vagy orvosi igazolást, és akkor megoldódna a probléma. Mi lennénk a legboldogabbak. Értem. Nem tudom, hol olvastam, hogy így a február közepén van annak az időszaka, amikor a január 1-ével megfogadott dolgokba az emberek leghamarabb feladják, van is ilyen, nem tudom, legszomorúbb péntek, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, nem annyira készültem, de hogy valóban azért itt ebbe a télbe és a sok rossz időbe az embernek lehet, hogy sokszor elfogy a lelki ereje és a kitartása bizonyos dolgokba. Az egyik ilyen a fogyókúra, azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakori probléma az embereknél, és itt akár magamra is gondoltok, hogy a testsúlyával valószínűleg kellene valamit kezdenie, hogy optimálisabb legyen. Te mit tudsz tanácsolni, mi az, amivel, és sokszor ugye pont azért is akad ez így meg, mert hogy valamit kitalál, olvas az interneten, hall az ismerőseitől, és hát mondhatni már alapból a módszer sem volt arra avatott, vagy arra méltó, vagy arra jó, hogy valóban fogjon. Tehát sokszor az ember olyan dolgokat talál ki, ami teljesen értelmetlen, mert azt hallotta és azt olvasta. Szóval, mint szakember, te mit gondolsz a fogyókúra témájában? Ez a fogyókúra olyan, mint az életmódváltás, hogy nagyon nehéz ügy. Én a fogyókúrát eleve, mint szót sem szeretem, és hogy nem is nagyon alkalmas a céljaink elérésébe. Sokkal jobb inkább azt mondom, hogy nem is életmódváltást akarok, hanem életmód módosítást. Tehát, hogy csak annyit szeretnénk, hogy egy kicsit módosítsunk a jelenlegi életmódunkon. Tehát ne akarjon, tehát hogy a fogyókúra az azért nem jó, mert egy darabig mondjuk kitaláljuk azt, hogy, és így is szoktak általában a fogyókúrák hirdetődni, meg hogy lehet megvásárolni a hozzávaló cuccokat, hogy mondjuk tart egy 2-3-4 hónapig, vagy 5 hónapig, és akkor utána annak vége, annak a kúrának, hiszen benne van a szóban, hogy kúra. És hogy azért mondanám azt, az életmódváltás, meg így túl drasztikus, hogy na akkor most mindent meg kell változtatnunk, és inkább sokkal jobb az, hogy valamit csak módosítsunk az eddigi életvitelünkön. És itt van néhány praktikus dolog, amit nagyon-nagyon érdemes betartani, akkor is, hogyha ha az ételről van szó, vagy akkor is, hogyha a mozgásunkon szeretnénk változtatni, hogy nagyon fontos, hogy amit kitalálunk, az legyen pontosan meghatározott. Ez azt jelenti, hogy például az étkezésnél maradva mondjuk azt, hogy minden vacsorára, tehát nagyon határozunk meg pontosan, hogy minden vacsorára eddig mondjuk azt, hogy ettem 3 szelet kenyeret, mondjuk felvágottal, és akkor most azt találom ki, hogy csak 2 szelet kenyeret fogok enni, és mindig eszem hozzá egy kis maroknyi zöldséget, akár savanyúból, akár bármit. Tehát legyen nagyon pontosan meghatározva, hogy mit szeretnék, ez az egyik. Hogy ne azt mondjuk, hogy kevesebbet fogok enni, hanem akár írjuk le, az egyik nagyon praktikus dolog, hogy leírja az ember, de beszéljük meg a családban, a házastársunkkal, akárkivel, és hogy legyen nagyon speciális. A mozgásnál is ne azt mondjuk, hogy na ezentúl többet fogok mozogni, hanem nagyon konkrétan határozzuk meg, hogy ezentúl többet fogok sétálni. És mikor fogok sétálni többet. Tehát ahogy meghatároztuk az evésnél is, hogy a vacsora legyen kevesebb, ott a sétálásnál is határozzuk meg, hogy hétfő, szerdán és pénteken, munka után hazajövök, és 20 perc múlva elmegyek 20 percre sétálni. Tehát nagyon meg kell határozni, hogy mikor bele kell illeszteni az időnkbe, mérhetőnek kell lenni ennek a dolognak, tehát hogy 20 perc legyen, megmérjük, mert nem 3 kenyeret eszünk, hanem csak 2-t, és eszünk hozzá egy kis marok zöldséget. Tehát, hogy írtó fontosak ezek a dolgok, hogy időben
meg legyen határozva, mérhető legyen, reális legyen, tehát ne azt találjuk ki, hogy vacsorára csak egy marok zöldséget fogok ezentúl enni, mert ez nem reális, mert lehet, hogy bírom egy-két napig, de éhes leszek, aztán fölkelek 11-kor, és kinyitom a hűtőt, és kieszem a három felső polcot. Tehát, hogy reális legyen, ne az legyen mondjuk, hogy elkezdek futni, amikor eddig soha nem sportoltam, vagy elmegyek úszni, amikor nem is tudok úszni, vagy falmászás, vagy bármi. Tehát nagyon fontos, hogy reális dolog legyen. Ne az legyen, hogy másfél órát fogok gyalogolni egy nap, bár az tök jó lenne minden nap másfél órát gyalogolni, hanem csak 3x20 perc. Tehát nagyon fontos, hogy reális legyen, és még irtózatosan fontos az is, hogy olyan dolgot találjunk ki, amit mi is szívesen csinálunk. Tehát, hogy akarjuk is azt a dolgot csinálni. Tehát legyen bennünk elég motiváció, mert hogyha csak húzzuk a szánkat, akkor még szerintem várni kell ezzel a dologgal, még egy kicsit gondolkozni kell, hogy miért is akarom én ezt, mi lesz ebből nekem a jó, tehát hogy csak akkor tudunk célt érni, hogyha ezt úgy akarjuk is. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy nem is lesz rossz sétálni, mert akkor eljön velem a kutya is sétálni, vagy beszélgetek a gyerekemmel, vagy beszélgetek a házastársammal, vagy elhívom a szomszédot is. Tehát hogy ezek a dolgok akkor valósíthatók meg, hogyha mi is szeretnénk. És hogy azért mondom, hogy életmódmódosítás, mert ezt nem úgy tűzzük ki, hogy akkor most ezt 3 hétig csinálom, hanem hogy próbálom beiktatni a mindennapjaimba. Tehát, hogy ez legyen hosszú távú. Ez igazából szóljon évekre az életembe. Csináljam ezt majd később is. Tehát, hogy nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy amit kitalálunk, az egy reális dolog legyen, mérhető legyen, pontosan meghatározott legyen, mert csak akkor érünk vele célt. Ha valakinek itt kétségei vannak, nagyon szuper jó például az étkezésnél mondjuk dietetikussal beszélni, mert tényleg olyan nagy tudásúak, és olyan, hogy is mondjam, tényleg ötleteik vannak, amit nem is gondoltunk volna. És hát itt is csak azt mondom, hogy sajnos szerintem csak magánúton lehet reálisan dietetikushoz jutni, de hogy biztos megéri, akiben komoly határozás van, tehát komolyan tudnak segíteni. A másik dolog pedig, hogy mondjuk egy fogyásnál nagyon-nagyon fontos a dolognak a lelki háttere. Tehát, hogy az étkezés az normálisan az egy jó érzést ad, mert hogy fontos a túlélésünk szempontjából, hogyha tudunk enni, akkor ugye korábban, tehát nem volt ilyen nagy élelmiszerbőség, tehát amikor hozzá lehetett jutni az élelmiszerhez, akkor viszonylag sokat kellett bele fogyasztani, hogy feltankoljunk. De most ez a normális, hogy is mondjam, emberi működésmód az élelmiszerbőségnek az idejében, ez most a visszájára fordult, tehát ez most káros. Korábban a túlélés szolgálta az, hogy na akkor most jó volt a vadászat, végre hetek óta meg tudtuk ölni a mamutot, és akkor megesszük a sült mamutnak, amennyit csak lehet, befalunk belőle. De, és hogy nagyon fontos dolog az, hogy nagyon sok jutalmazó, meg vigasztaló komponense is van az étkezésnek, nagyon sok a kulturális háttere, hogy hogyan ettünk gyerekkorunkban, mit láttunk a nagyszüleinktől, hogy nekem is a nagymamám azt mondta ránk, amikor egy kicsit kerekebbek voltunk, hogy jaj, de jól nézel ki, tehát hogy az nézett ki rosszul, aki sovány volt, és hogy a magyar szem is eléggé azt látja egyébként most is, hogy aki a egészség szempontból ilyen normális BMI-je van, tehát hogy megfelelő a testmagasság és a testtömeg aránya, a többsége különösen vidéken azt mondja, hogy hú, te, neked valami bajod van, mert biztos azért fogytál, mert nem tudom, valami nagy betegséged van. Tehát, hogy azért nehéz dolog ez a fogyókúra, meg a fogyás, mert hogy az étkezéshez való viszonyunknak nagyon sok rétege van. És hogy érdemes ezzel is foglalkozni. Mert hogy emiatt nagyon sokszor kudarcra van ítélve egy ilyen életmódosítás. Mert hogy ezekkel nem számolunk. Tehát, hogy az étkezéshez milyen a viszonyunk. Ha jól értem az üzenetét, tehát ne lefogyni akarjunk, hanem keressünk olyan számunkra jó érzést okozó keressünk olyan testmozgást, olyan étkezési, az étkezésünkbe keressünk olyan új elemeket, akár dietetikus
bevonásával, segítségével, amivel megmarad a jó érzésünk, sőt lehet, hogy még továbbiakhoz jutunk, és alapvetően pedig elmozdulunk abba az irányba, ami valószínűsíthetően, feltételezhetően, hosszú távon lassítja esetleg a hízást, vagy meg is állítja, vagy esetleg vissza is fordítja. És hogy ne az legyen a célunk, hogy mondjuk fél év alatt itt bikini, vagy hogy mondják nyárra, mi ez a... Bikini, vagy strand... Nem, strand alkatunk legyen, igen. A fogyás az egy jó cél, tehát hogy nem ezzel van a probléma. Jó cél a fogyás, csak a fogyókúra, mint olyan, az nem annyira jó megközelítés, tehát az a része, hogy drasztikus, és hogy csak egy bizonyos ideig tart, és akkor utána elengedjük ezt az egész kérdést. Tehát ebben az értelemben nem jó a fogyókúra. Maga a fogyás, meg a több mozgás, meg ilyesmi, ezek jó célok, és igazából csak a több mozgással nem nagyon lehet megvalósítani a fogyást. Tehát ha valaki nem figyel oda az étkezésére, csak sportolással nem lehet fogyni. Mert hogy túlbecsüljük általában a kalóriafelhasználásunkat, hiszen egy szuper kiadós, de átlag magyar ebéddel, vasárnapi ebéddel elvileg le lehetne futni egy maratont. Tehát, hogy akkor az energia kalória tartalma, amit egy maraton futással tudunk tőle megszabadulni. Hát melyik egyszerűbb? Lefutni egy maratont, vagy nem megenni azt a vasárnapi ebédet? Tehát, hogy... Szóval igen. Tehát, hogy ezért erre érdemes odafigyelni. Szóval, hogy igen, arra tudok mindenkit bíztatni, hogy egy kicsi módosítást azt mindig be lehet iktatni, és hogy nem kell ez feltétlenül, hogy az újévi fogadalomhoz kötődjön. Most például a nagybőjt kezdetekor az is egy ilyen megtisztulási időszak volt. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a húsvét nagybőjt az ebben az időszakban van, hiszen a szervezetünknek is szüksége van néha, úgymond a pihenésre az ételektől. Tehát van, aki például tart olyan bőtöt, hogy péntekenként nem eszik semennyit. És hogy valószínű a szervezetnek jó az, hogyha néha kevesebbet eszik. Ezt nem azt mondom, tehát főleg nem gyerekek, de hogy egy-egy ilyen nap az tudja segíteni a szervezet működését. És hogy ez a nagybőjt is alkalmas lehet egy lelki-testi megújulásra. Hát én nagyon örülök, hogy ma is tudtunk beszélgetni, és pont azért is, mert, hogy is mondjam, mi laikusok, átlag emberek, és hívjuk magunkat így, sokszor tényleg csak akkor jut eszünkbe az egészségünk, amikor probléma van, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről beszélni érdemes, és amiről valós, reális információkat kapni fontos, hiszen annyira sokféle információ van a környezetünkben, hogy sokszor a kiválogatása a nagyobb feladat, nem pedig a hozzájutás az információhoz. Úgyhogy köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy azért nem ilyen hosszú időt kihagyva, de szerintem későbbiekben újra fogunk keresni, és nagyon szívesen vesszük, hogyha valakinek felmerülnek kérdések, akkor eljutatják hozzánk, és akár később beszélhetünk azokról a dolgokról, amiket a lakosság vagy a nézőket érdekel, vagy akár amik majd előttünk lesznek. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.